Hol vagy krumpli? Pont nem látni arcát, de amúgy krumpli volt. Ez, hogy milyen mennyiségű vér van a gamebe, eszméletlen. Imádom. Imádom. Imádom, hogy ezt nem a Disney Channel csinálta. Ezt a játékot amúgy. A Disney Channel. Abba aztán nem lesz vér. Gyerekbarát tartalom. Úristen, mert hogyha elvágod a ujjadat, akkor ez nem vérzik ám. Érted? Á, de hogy. Csak úgy vérzik, hogy el is állulok tőle. Vagy hogyha fejbe lősz valakit, akkor nem fogjuk ki ennyi vére, á, egyáltalán. Úristen, mik vannak itt? Remélem még egy pár év is, és túlmegyünk ezen a érzékeny időszakon, ami most a világban van. Meg ugye PC-nek kell lenni állandóan. Úristen. Nem mondhatod ki azt, hogy dagadt. Dagadt, geci! Nem lehet kimondani, mert ez body shaming, érted? Minden ilyen lófasz van a világban, baszki. Érted? Ma izét kell írni. Listát kell írni, bazd meg. Ide rakom a monitorra, érted? Mit nem lehet kimondani? Lista a kimondhatatlan szavakról. Ez tiszta olyan, mint amit J.K. Rowling megírt régen, hogy mint tudjuk ki, a neve Voldemort, szóval nem lehet kimondani, hogy Voldemort. Már jön és megbasz. Nem tudom, honnan jött ez most. Csak így előjött. Hát, hogyha velem nem beszélgettek, srácok, akkor én elbeszélgetek magammal, érted? Van ez így? Szokott ez így történni? La 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 la. Ja, ide lovacska kell. Lovacska. Acska lovacska. Megint úgy érzem, hogy ott is van a hátad mögött. Ki a fasz? Nani? Hazudol? Ide jársz hazudni, Johnny? Hogy tegyem neked oda? Mi van a házam mögött? Azt mondja, tipp. Hát tudom, hogy fel kell ülni a lóra, bazd meg. Nekem te ne tippelj. Ja, értem, akinek a nevét nem mondjuk ki, jó van akkor. Azt a kurva oda néz, hogy átugrott ez a gyönyörű lovacska. Mostantól az lesz a nevet, hogy Voldemort. Elnevezzük a lovat Voldemortnak, oké? Okay? Ő Lord Voldemort. Voldemort. Tom Riddler, de nem. Csodálkozok, hogy a faszmofóbiában nem úgy kell hírni a szellemet, hogy Voldemort. Voldemort, show yourself! Tracks keep going this way. Just hope they didn't get to her. Soha nem fogom ezt megérteni, hogy emberek miért sértődnek meg azokon a dolgokon, amilyenek. Hát én amikor dagadt voltam, és azt mondtak rám, hogy dagadt vagyok, akkor nem sértődtem meg, mert tudtam, hogy dagadt vagyok. Úgyhogy én ezt soha nem fogom megérteni. Ez már csak a mártírkodás része, bazd meg. Úristen, te nem mondhatod azt rám, hogy az vagyok. Megsérted a lelkem, a becsületem. Főjelentelek, bazd meg. Mink is hagyunk lábnyomot amúgy? Jó, egy csalik. Na, ez szar, oké? Okay? Mínusz 10 pont a játékból, csak mondom. Nézd meg, tiszta taknyos a út, geci, és nem hagyunk lábnyomot, ez hogy? Ez hogy? Undorító ez a játék. Nem hagy lábnyomot a lovam. Ez ilyen izéló. Ez ilyen kémló, értitek? Ez egy kémló Voldemort. Spy Horse. Tiszta izé, Assassins. Ez egy Assassin's bérgyilkos kémló. Fokozzuk még? Ez egy Assassin's bérgyilkos splintercelles Voldemort ló. Ez mi a fasz? Egy tanya!
Jó napot kívánok, megérkeztünk. Red Dead Redemption 2, hello. Igen. Eszméletlen, ahogy kinéz. Na ez a soriba egyáltalán nincs benne ez a rész, csak mondom. Azoknak, akik a sorit látták csak. Összetapicskálom a sarat, nem lehet látni a... Olyan könnyű ez a ló, ez egy piheló. Pihe puha, 0,001 gramos Joella együtt ez a ló, értitek? És nem lehet látni a lábnyomokat a sárba. De most kipróbáljuk azt, hogy ha belelépek én a sárba, akkor mi történik? Szálljál le, Joel? Hogy kell leszállni? Ja, oda ki kell kötni a lovat. Azaz. De azon nyomva bedobja a videót a buzi. Hoppá! Figyelj csak ide! Te szemét! Puti? Nem, Joel is ilyen pihapuhát játszik, érted? Oda néz, az bele van, sém, kövesedve. Kövesedve van. Lenne szarjá? A lábnyom. És ezeket a detailokat soha nem értem meg, hogy ezt miért nem csinálják meg a játékba. Olyan nagy dolog lenne, hogy lehessen látni a lábnyomodat, miközben a sárba futkározol. Tiszta feeling. Eli! Te ragadozó disznó, hol vagy? Amúgy jó ez. Eli, amúgy jó ez a kéró. Tetszik nekem. Oké, fent van. Eli-re rájött ez a női 5 perc. Értitek, amikor rájön a nőkre is ez a 5 perc, és akkor nem lehet velük beszélni. De most lejárt az 5 perc, csak Eli elszökött. A hiszti roham. Tányércsapkodás. Elit patkánykák vannak, csak mondom. Mi az? Coffee, tea, sugar? Jó kis kávégép. Életet csináljunk azért. Azért az legyen. Azért az legyen élet! Minden használjuk ezt is el. Yes, very good. Good Besser Gösser. Azaz. Úristen, itt nagy vasalók vannak. Vasalások. Azt tudtátok, hogy valaki olyan meleg, hogy a kezével vasalja ki a ruhákat? Baszki. Most ez így eszembe jutott. Jó napot. Oké. Okay. Zolivicek.hu. Azaz? Hát nem fér be sok skuló, baszki. Johnny-kám, neked ez tetszett? Örülök. Tetszett neked ez a vicc? Ezt be kéne írni Discordra amúgy. Az Oli beszólások közé. Hogy ilyet is mondtam egyszer. Hogy visszanézni 20 év múlva. Egy kis tabletta. Erekcióra, érted? Már idősebb vagyok azért, na. Azért már el kell nekünk ez a tabi. Jó, még gyűjtünk. Gyűjtünk. Na, Eli, megyek már. Remélem föl vagy öltözve, te disznó. Jó, ez a Eli még kis saj, oké. 20 év múlva ezért már bilincsbe visznek el. Á, de hogy. Az baszta be, hogyha olyan világ lenne, bazd meg. Eli, találtam neked megint itt ilyen izét. Ilyen... Ez a 12. könyv. Egy komplett képregény. Savage Slide Zero Point. Képregény gyűjteményt összeszedünk Elinek. Jó, mi van itt? Itt valami nagy baseball játékos arcképe van kirakva. Oda néz a Windows 98-as számítógéprendszer. Azért tudnak érni itt a fiatalok, érted? Azért tudnak érni. Nagy halálfejes paplan, meg minden szar. A Denver szurkoló volt a srác. Érted? De a denveri koponyák. A denveri koponyák méghozzá. De azért, amikor nem a meccset nézte éppen,
meg az a, lássátok azt a baseball kesztyűzét? Azért, azért, az, értitek. Oda azért egy hatalmas méretű bikafasz belefért, esetleg estére, amikor így odaült és belenézett a Zoli Pornhubba, fölkapcsolta, és akkor voltak itt zsepik arra, hogyha véletlenül ejakulált volna az illető. Na, kérlek szépen, mi van még itt? Igen? Nagy ejak... és értitek, aztán belenézett a tükörbe, nem volt megelégedve itt a nagy méretekkel, belefejelt a tükörbe, szétfejelte a tükröt a faszba. Ez aztán zuhanyzó, geci. Na jó, most kérdem én, hogy mekkora lehetett ez a ember, hogy ekkora zuhanyzója kellett, hogy legyen. Hát geci, ide ilyen 18 ember befért volna zuhanyozni egyszerre. Jó, ne tippelgessi, hát most éppen mesélek a nézőimnek. Jó napot kívánok, hagyjál már békén. A WC az eléggé tiszta. Lássátok a por szemeket? Hát most húgyozom össze magam. Lássátok a por szemeket? Joel jobb válló mellett, WC ülőke mellett, följebb jobbra. Úristen! Kurva jó! És ez a tapéta? Hát molekulálisan látom a tapétát. Ironside, szia! Hello! És még kint a ablakba is lehet látni a porszemeket, ahogy száll be a levegőn, meg ki van törve ablak, beszarsz. Ezek, na, ilyen hülye kis detailok vannak a game-be, geci, de az, hogy belelépsz a sárba és nem mutassa a lábnyomot, az nincs. Semmi baj. Szóval ott tartottunk, hogy az, van itt egy akkora zuhanyzó, amit életemben nem láttam. Érted? Még ekkora kádunk nincs, bazd meg. Nem, hogy ekkora zuhanyzó. Hát figyelj ide. Én ide beállok, hát mellé még három ember simán beáll. Vagy négy. Hát ilyen gangbangben nyomták. Bengengbe. Igen. Ez valami nagy születésnapok voltak, ott megint baseball játékos, a denveri koponyák. Itt ilyen Red Dead Redemption 2-t játszottak közben, igen. Itt valami nagy sminkkészletek vannak. Jó, Eli, hol a faszomba vagy, bazd meg. Azt mondja, ilyen nagy ügyvédi diplomata volt a gyermek. Ügyvédi diplomata. A diplomata. Geci, itt is mennyi por van? Úristen, hát kell hinni izét. Nem Marika nénit. Magdi anyust. Magdi anyust nagy takarításokra. De vigyázzon Magdi anyus a lépcsővel, mert tudjuk, mi történt, ha lecsórikál, ma leforgott. Tomi? Te azt nézed, mikor volt kifesve itt utoljára, hogy mi a fasz? Na, takarodjál le a faszomba, azt mondtad, magánbeszélgetés van, geci. Hát baszki, nézi a falat, érted? Mert legalábbis úgy csinál, hogy azt nézi, mikor volt utoljára kifestve, és ki volt az a csáv, aki ilyen szarú festett ki. Hát nézd meg Tomit, kontrollál. Kontrollál, geci, hol vagy Eli? Te utolsó szobába nyomja. Aha, fürdőszoba. Érdekelte a festés. Na kérlek szépen, ez már jobban viselkedett ez a illető, aki ebben a szobában lakott. Mert itt már van neki egy kibaszott... Geci, hát most, na, most én értem én, hogy itt azért a méretekkel picit el vagyunk szállva, nem? Jó napot kívánok, álljunk rá méregre, hogy hány kiló vagyok? Picit le vagyok fogyva, nincs mit enni. Azaz... 79,5. Hova kell rakni a fejet? Oda, nem? Ez ilyen, figyeljétek ide, lefekszel, érted? Én még ekkora kádot sem láttam életemben, de amúgy kurva jól néz ki. Nagyon jó. De most már úgy kell kádokat készíteni, hogy a sok vizet ne tudja belengedni, tudjátok, spórolni kell. Oké, és itt is van egy zuhanyzó, kérlek szépen, olyan retkes, mint a kurva, de valószínűleg 20 éve nem használta senki. No. Ez itt a házbejáró, jó napot kívánok amúgy. Elmehetnék ilyen izének. Hogy hívják azokat, akik így a házakat adják el, srácok? Kik azok? Tudjátok, kikre gondolok? Itt lesz bent Eli, de azért benézi, bekukhattuk ebbe a szobába is. Úristen, hát hány fürdőszoba van, bazd meg ebbe a játékba? És, na jó van, most már elmentek a picsába, ingatlan ügynök, köszönöm szépen, három heréjű herceg, köszi. Köszi. Na figyeljetek ide. Hát mi a fasz? Múltkor játszottuk a The Beast Inside nevezetű játékot, egyetlen egy fürdőszobát nem találtam a játékba. Most itt szerintem hirtelen négy fürdőszoba volt. És mekkora kád? Hát geci, itt malacokat izétek. Malacokat zuhanyoztattak. Érted, ide fölhordták a izét, kocamalacot. Kocamalacot és izé. És ide belegyomták, és itt ment a nagy zuhanyoztatás. Hát ekkora fürdőkád.
Jó ez, mi Joel? Mit szólsz hozzá? Mit szólsz hozzá testrészem? Elképzeled te is itt magad a izébe, Máriával, nem? Tudtam én, te disznó. Na figyeljetek ide, nézzük meg Elit. Amondó vagyok. Hello! Szia! Hol vagy, volt a lány? Is this really all they had to worry about? Mi történt, hogy elszöktétek, köcsök? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Get up. We're leaving. And if I say no? Ó, valami... most eszembe jutott valami, mindjárt mondom. Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area. Oh, fuck that. Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. De mindig túl éltük. Even better with Tommy. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And... You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people, too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else because the truth is... Olyanok a arcmimikák, srácok, hogy én konkrétan lehidalok. Eszméletlen. Eszméletlen, ahogy lehet látni, ahogy elérzékenyül a karakter, ahogy eszméletlen. And I sure as hell ain't your dad. And we are going our separate ways. Get it together. We're not alone. Na, megjöttek a buzik, oda néz. Mert te a falat nézted, Tommy. Ezért van az. Képzeljétek el, srácok, ezt most gyorsan elmondom. Nem tudom, hogy mennyire vagytok ilyen híradósok, vagy valami, én egyáltalán nem vagyok az, de Facebookon valamire RTL Klub be van lájkolva nekem. És Facebookot lehet, hogy használom hetente egyszer, arra, hogy fölmegyek, és így csinálok egy ilyen húzást, értitek? És pont kijött egy olyan poszt, azt hiszem az volt, nem tudom, 100%, nem tudom, hogy ti ezt vágjátok-e, de kijött egy olyan poszt, hogy a valóságban is egy emberre támadt ugyanaz a gomba, ami ugye van a Last of Us-ba prezentálva. Ez valid? Hogy volt ilyen poszt? Küldjétek már nekem, és felolvassuk. Most jutott eszembe, de meg se nyitottam, csak így eltekertem róla. Úgyhogy most erre kurvára kíváncsi vagyok, hogy valaki tud-e erről valamit. Hogy rendesen a híradóba leadták, hogy valóságban is volt ilyen, de nem az a gombafaj, másik. Aha. Jó, hogy ez nem az a gomba? Mert hogy eddig csak növényeken volt az a gomba, vagy mi a fasz? Igen, ott van. Először betegített meg egy embert a gomba, ami eddig csak növényeket fertőzött. Lehet, hogy akkor, hogyha ez már vártak, ezt el kell olvasni. Lilás rétenggomba fertőzött meg egy 61 éves indiai férfit, pedig eddig csak növényekre volt veszélyes. Bár csak néhány száz gombafaj jelent potenciális veszélyt az emberre, most úgy tűnik, egy újabb kerülhet fel a listára. A nemrég bemutatott The Last of Us című sorozat árnyékában, ahol egy ember átugró gomba okozza a civilizáció pusztulását, minden állatokra veszélyes gomba ijesztőnek tűnik? Nemrég bemutatott Last of Us sorozat. Mi nem azt írták, hogy 2013-ban megjelent játék? Na mindegy. Nemrég a brazil esőerdőben találták meg a sorozatban megismert gomba rokonát, ami pókokra vadászik, és veszi át az irányítást az állat idegrendszere felett. Most a lilás réteggombáról Chondrostereum purpureum derült ki valami, ez a gombafaj eddig a növényeket támadta csak, például a rózsákat és a rododendront. Nem tudom, mi az, srácok. A
A gomba a leveleket és az ágakat fertőzi meg. Gyors kezelés nélkül ez végzetes lehet a növények számára. Emberek számára nem jelent kockázatot, legalábbis eddig. Egy új medical mikrologi case report folyóiratban közölt tanulmány azonban most azt állítja, első ízben dokumentálták, hogy egy lilás réteg gomba egy ember betegített meg. Hűha! A gomba egy 61 éves indiai férfi torkát támadta meg, súlyos betegséget okozva mindez, jelentős ugrásnak tekinthető a faj szempontjából. A beteg köhögéssel, rekedtséggel, fáradtsággal és nyelési problémákkal jelentkezett az orvosoknál. Miután készítettek a nyakáról egy CT felvételt, a légcsőve mellett gennyes tájogra bukkantak. A laboratóriumi vizsgálatok során nem találtak aggodalomra okot adó baktérium nyomait, ám a gomba fonalak nyomait, hifákat igen. Bár a felszíni gombás megbetegedés az emberek körében nem feltétlenül ritkák, több millió fajból csak néhány száz képes gondot okozni, legyengült immunrendszerű embereknél a szervezet mélyebb részeit is elérthetik. Mivel nem a szokványos gombás fertőzésekre hasonlít az indiai férfi esete, az orvosok a WHO-hoz fordultak, a szervezet gombákkal foglalkozó központja azonosította, milyen fajról is van szó. Öcsi, milyen hosszú ez a cikk? A fertőzés forrása lehet, hogy a férfi, aki maga is mikológus, tehát gombákkal is foglalkozik, nem sokkal korábban egy terepmunka során rothadó anyagokkal és más növényeket támadó gombákkal is kapcsolatba került. Mi a vége? Mint a Skiek Alert összegzéséből kiderült, ahhoz, hogy bármilyen kórokozó megtelepedjen a szervezetben és szaporodni tudjon, számos feltételnek kell teljesülnie. A szervezetünk ugyanis alapvetően ellenséges környezet számukra, így ritka, hogy egy gomba, pláne az, ami eddig növényeket támadt, az emberben tűnik fel. Ráadásul az indiai férfi semmilyen betegséggel nem rendelkezik, az immunrendszer is jól működik. A beteg végül több hónapos kezelés követően meggyógyult, két évvel később sem voltak tünetei vagy ismételt fertőzése utalójelei. A tanulmány szerint lehet, hogy sosem derül ki pontosan, miért támadt emberre a gomba, és az sem ismert, hogy várható el még hasonló eset a jövőben. Haha! Aha! Huhu! Na, kérdem én! Figyeljetek ide! Így van. Pontosan, hogy írott három heréjű, pontosan így van. Clickbait cím volt, ennyi. Semmi más, bazd meg. Utálom. Utálom, hogy ez van két éve. Azt olvastam a cikkből, hogy két éve történt, Rani. Nem tudom. Honnan jött ez a két év? A végén? A beteg végül több hónapos kezelés követően meggyógyult, két évvel később sem volt így, ja, jó, igen, szöveg értelmezés, én ezen most így picit elakadtam, igen. Két év, igen, tünetei. Akkor szóval két éve történt ez a fertőzés, de most elő kellett hozni ezt a cikket, érted, és még a RTL híradóba is le kellett adni, bazd meg, aminek semmi köze a Last of Us gombához, hanem ez egy teljesen más gomba, csak egy rokon gomba, úgymond. Aj, annyira utálom, annyira kivagyok ettől, hogy, és még a híradóba is le kell adni, és aztán beírja a címet, és aztán totál nem az. És két éve történt a eset, csak akkor nem írták meg ezt, mert kutyát nem érdekelt volna, de az, hogy beleírták azt, hogy Last of Us, így érdekelt mindenkit a cím. Köszönöm szépen, srácok, három heréjű, hogy megosztottad ezt velem. Valami erre számítottam, de igen. Hála Isten, nincsenek ilyen gombák, mint a Last of Us-ba még. Ki tudja, lehet, hogy majd valaki kifejleszt egy ilyet, hogy legyen egy ilyen gomba, aki majd megfertőzi egész világot, és aztán nem fogjuk tudni megmenteni a pusztulástól, és majd a zászlónk alatt egyesül majd minden ember, és majd birodalom határa a kékék. Zoli. Jaj. Hát a Masi, hello, te szexuális vonat, hello. Hello, mi ez a méhecske? Mi ez a méhecske, bazd meg? Saját emótod van, érted? Ahogy meg kell szólítanod engem, és itt ilyen méhecskékkel támadsz engem. Hát szörnyű, hát végetted vettem meg azt a jelet. Szóval ez egy jó réteggomba, chondrost erythrum prendrum, azaz. Valaki majd ledobja a lábgomba atombombát, és mindenki a pusztulásig vakarózhat. Benne van.
Azaz, és még a ostort kifelejtetted, Daddy. Daddy, az tényleg létezik, amire mintázták a rovarokat támadja. Igen, igen, lehet, hogy rosszul fogalmaztam rá, azt tudom, hogy létezik, csak úgy nem a embereket támadja ez a gomba. Oh! Miért lenne töltény abban a fegyverben, amivel lőni akarok? Elnézést kívánok, ha valaki megsüketült, bocsi. Bocika? Nyáljuk a fagylaltot! Srácok, van nálatok már fagyizó nyitva? Most így a nyaljuk a fagylaltból eszembe jutott. Jó napot! Takaró... Úristen, ki volt az? Ki a fasz? A ostor, azaz, van. Mennyibe kerül egy gombóc, fagyika? Az a vér! Úristen, ez olyan jól megvan csinálom, srácok, eszméletlenül elélvezek. Nézzétek meg a 20 cafat! A 20 cafat! Mi a fasz? A 20 cafat jön le a falról, érted? Hát mi ez a játék? Te ki vagy? Ez Tomi? Ez Tomi? Öcsém, a 20 cafat szakadt le az izéről. Vagyis esett le a falról, baszki. Imádom. 400 fa... Az 1 euró, nem? 1 euró egy gombóc fagyi? Hát azért ma majdnem veszik egy magnumot. Watch yourself. What the fuck? Eddig se... Úristen, macsete. Nem baj, jól lesz a fejsze. Szóval eddig se ettem fagyit. Szeretem a fagyit, mert szeretem, de hát egy eurót ki a faszom fogadni egy gombóc fagyért, bazd meg. Azért az már túlzás. Több mint egy euró, hát igen. De azért, na. Értem én, hogy mindennek följön egy ára, de geci, hát most, hogyha... Most elmentek egy családba fagyizni, de most ebben gondoljatok bele, baszk. Azért nem egy gombóc fagyit fogtok enni, mert akárhányszor is voltam fagyizni, azért egy hármat betoltam a arcomba, érted? Az már rögtön 3 euró. Akkor még ott asszony. Ha is benyom egyet, az 3 euró. Jönnek a gyerekek. Azoknak édes töltsér. Persze, ami még drágább. Azoknak is egy 2-2 gombóc. Hát is... Jó napot! Nem azt mondom, hogy zsugorinak kell lenni, egyáltalán nem ezt mondom, srácok. De azért, na. Azért mindenek van egy lélektani határa, szerintem. Így van, ahogy mondod, három heréjű. Pontosan, inkább vegyél egy dobozosat, egy üzletbe, érted? És akkor azt így elnyalogatod, elkanalazod. Tévé előtt, meg minden, akkor veszed elő, amikor akarod. Olyan, mint a pöcs, érted? Olyan, mint a pöcsöt, bazd meg, akkor veszed elő, amikor akarod. A kurva anyát, te lisztó! Szoponszísz! Takarodjál! Várjál! Te hova lősz? Életet akartam tőteni, bazd meg. Te mi baj? Egy jó citromos fagyi. Csak a dobozos fagyi a Lidlből, vagy édes töltsér, vagy semmi. Nekem a kedvenc íze mindig ilyen, hogy én annyira nem szerettem a úristen. David Etrick. Nagyon szépen köszi a követést, testrészem. Köszi. Nagy tetya vagy. Hello. Szia. Szóval mit akartam mondani? Ja, én annyira a citromos? Annyira a gyümis ízeket nem szeretem. A citromos, eprés, málnás. Meg minden ilyesmit, én inkább ilyen csokis, magyaró, nutella. Faszom, nutellás ízű van? Biztos van. Úgyhogy én ezeket a gyümis ízeket... Azt a szemét disznó volt-e? Nem vettem észre. Puncsos. A punc is fagy, vagyis a, igen, azt én is szeretem. Értitek? Ha már annak nem puncs íze van. Azt mondjuk nem tudom beazonosítani, milyen íze van a puncsisosnak. De valami nagyon szexuális íze van neki. Azt a fagyit szeretem, lássátok? Azt szeretem nyalni. Mi van? Úristen, vártok, picit elterülött a téma. Mi a fasz? Tojás. A friss tojás, érted? Itt vannak a friss tojások, srácok. Húsvét közeledik. Nekem az a kedvenc ízem, basi, rájöttem. Ma megint nincs töltényem! Szóval kielégítő volt a válaszom, masikám? A ház tiszta. Nézzétek meg ezt a kimeneti pontot, érted? Nézd meg, milyen gyönyörűen kirajzolódott a agya. Baszki, lehet látni a jobb féltekét, bal féltekét.
Itt minden húszafatot, leszakadt a fél feje, ez eszméletlenül meg van csinálva, srácok, kurva jól néz ki. Szerelmes vagyok a játékba, érted? Szerelmes! Amúgy ez egy VR emote, most nézem, most látok életemben először VR emote-ot nálam. Én is ezeket a csoki-csokis keks felék van, Snickers ízó, olyan, amiben ilyen ropogósra, az brutális lehet. Brutimuti, tiszta a ház, nem? Brutika. Úgyhogy a gyümis ízeket annyira nem csíptem a fagyiba soha. Még talán a epres. Úgyhogy vannak azok a fagyasztott cucumokok, amit lehet venni a üzletbe. Öcsé, mi történt Joel kezével? Lássátok? Mi történik? Mi történik, bazd meg? Joel, vérzik a kezed, baszki? Úristen, Joel, el fogsz vérezni? Elfolyt a könnyöke Joelnak, semmi baj. Szóval vannak a üzletekben, amiket lehet kapni, azokat a tölcséres fagyikat. Na, és abból a epres finom. Ugye van az a Cornetto? Cornetto? Azt hiszem, az a márka, nem? Na, azok fincsik. A napot kívánok, tisztelettel jöttem, sziasztok, picit vérzek, sok vagy. Menjünk vissza a lovakhoz, mehetünk. Amúgy a pisztácia íz, az egy olyan különleges íz, hogy ha eszed külön a pisztáciát, szerintem tiszta más íze van a pisztáciának, ha eszed külön, mint a pisztáciát. Mint hogyha ennéd ilyen termixbe, és ilyen jogurt, vagy nem is tudom, hogyan mondjam ezt. Vagy fagyiba, vagy úgy itt. Teljesen más íze van. Szóval nem is lehet hozzásolítani a pisztáciához amúgy. Csak rámondják. Zöld színű. El tudom képzelni, hogy mennyi pisztácia lehet abban amúgy, hogy nincs íze neki. Nekem mindegy jöhet. Na. Ezen a részén is túl vagyunk. Amúgy nem is baj, hogy nem fogjuk ma kivinni a játékot. Legalább így maradt holnapra is content. Pont a végét befejezzük, szerintem egy óra elmarad. És aztán meg elkezdjük a Lebbehindet. Ugye a előzmény sztoriát Ellie-nek az ilyen két óra, azt hiszem. Úgyhogy holnapra is meg lesz a... Sok hiba marad a játékban, vagy már ki lettek nagy része vítva. Még mindig vannak hibák, de amúgy ilyen hibákat, ilyen grafikai hibákat én annyira nem veszek észre, amit annyira mondtak, hogy hű, itten villog a kép, meg minden. Egy a víznél volt, olyan, itt van Jackson. Én azt hittem... Jó, a mikrofon. Elnézést kívánok. Szóval ilyen grafikai hibák nincsenek a gameben szerintem. Ha van is, akkor nagyon kevés, mint a tónak a felszíne, néha villózik, meg ilyesmi. Néha kifagy a game. Ennyi a probléma vele, de amúgy kurva szép. Kurva szép. Ellie, get off your horse. Give it on back to Tommy. I'm gonna hang on to this fella. That's all right with you. Go on, don't make me repeat myself. What are you doing? Left behind. Elnézést kívánok, Masi, hogy nem állt rá a gyermem erre a angolkodásra, bazd meg. Sorry for stealing your horse. Hogy mondod a kecsapot? Hogy mondod a kecsapot, Masi, te angol? Csak kérdem én. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? Kezdjél neki, David. Kezdjél neki, szerintem jó lesz. Jó lesz az. Azóta már jött egy frissítés, jött rá biztosan, amiről tudok. Úgyhogy egy frissítés biztos van rá. Látod, tökéletesen működik. Grafika eszméletlen. Adios, öcskös. Szóval nem mentünk be Jacksonba, és ugye a Soriba, nem tudom miért jó a sorozatot Sorinak, ez ilyen buzis, de nem baj. Szóval a Soriba, ugye ők bementek Jacksonba, és most itt csak kívülről néztük meg, hogy hoppá, itt van Jackson, itt él Tommy, meg stb. Itt nagy partik vannak. Mókus! Na mindjárt mondok erre is valamit, három heréjű. Mindjárt mondok valamit. Három heréjű! Na figyelj ide! Figyelj ide! Ide figyelj! Úgy kezdtem a játékot én is, mindjárt mutatom, hogy ugye 14-40p-ben játszok,
És így kezdtem a játékot el, hogy ami ahogy szoktam, hogy minden játékot ultrára baszok, mert ugye felrakom YouTube-ra 1440p-ben a videót, akkor kurva jól nézzen ki, ha már egyszer valamit csinálok. Na, a dolog az, hogy itt azt mondja, hogy még több ramot eszik, mint amennyi van, érted? Na, így kikreseltem kb. 3 perc alatt a játékból én is. Aztán visszaraktam közepesre, és így azt írja, hogy 8 giga ramot eszik, úgyhogy így bírjuk egy órát. Így bírjuk egy órát, aztán kikresel, de aztán megint bírjuk egy órát, semmi baj. Hát igen, amúgy ez elég problémás, de az képest tényleg kurva jól néz ki a játék. De mondom, én 1440p-ben vagyok, szerintem 1080-ban szerintem a játék simán működik. Nem tudom, 1080-ban nem próbáltam, de én 1440p-ben nyomok mindent, úgyhogy ez lehet azért is van. Most azt akartam mondani, hogy ne basszatok fel, hogy már itt vagyunk akkor a háznál, nem az. Galopp. Okay. None of these buildings look like a mirror to me. 1080-on nyomtad? Na várj, és amikor 1080-on nyomtad, és felraktad ultrára, gondolom. Ja, a grafikus kártyát 1080? Ja, na jó, azért da. 1080-as grafikus? Na várj! 1080-ban 12 giga RAM van. Hát ez csalik, bazd meg. Akkor én 3080-asomban miért van csak 10? Értem, mit mondasz. Szavasz, Gusztika. Szóval neked TI-od van, testrészem? Ja, jó, azt odaírtad? Odaírtad, te disznó? Azt nem írt oda. Ja, szóval 3080 TI-ban, jó, már fel akartam hírni itt a izét, mágügyi minisztériumot, fel akartam jelenteni itt a kártyákat, érted? Nekem 3080-an van, baszki, csak 10 giga. 10 giga. Csöcsi puszi Las Vegas. És a grafika, az a felbontás, az hogy nyomtad? Mindjárt leírja, hogy Ultra HD-ba, bazd meg. 3 másodperc alatt kereselne neki a gép. Hát mi van fönt? You guys were like some idol worshippers. When it came to sports, hell yeah. 40-70 TI-ja a krappának ma 3-szor keselt. Fogalmam sincs, ki az a krappa, de biztos. Gondolom a streamer. Nekünk még... Már hányszor keseltünk ki? Egyszer, nem? Egyszer kresseltem ki eddig. Egyszer kresseltem ki. 1080p-be fúra. És mennyit evett a ramotból? Hey, over there. Hey, ez az arra, úristen. Erre jövünk. Olyan, mint egy óriási tükör, azaz. Srácok, itt lesz a izé? A zsirafa? A zsirafe? A giraf? How many people you think are there? Hogy lebukott? Ez is milyen brutál, hogy egy épületben lovazunk. Tudod, mi lesz a paci, ha véletlenül meglövi valaki? Haldokló. Oké, köszi, Masi. Köszi. Tetszett mindenkinek. Stay with the horse. I'll go check it out. Yes, I don't want him running off. I'll be right back. Mindjárt jövök, Elikém, mindjárt jövök, intézem itt az izéket. Vártok. Be kéne tölteni itt. Úristen, mi van itt? Hát de miért nem vártasz fegyvert, te járos? Na azért. Mondom, fegyvert. Ez buzi? Mi a fasz? Nani! De miért nem várt fegyvert? Na mindegy, szopjál ki. Ha meg sok akadályon kell átjönni vele, akkor ugráló. Köszönjük szépen, hogyha lenne most tapsom, akkor megtapsolnálak. De azért fizetni kell. Hát várjatok, nekem mennyi ramot eszik? Megmutassa ez a szarit? Nem mi?
Ja, és le kellett korlátoznom 60 FPS-re, persze, az természetes. És így eszik, nézzétek meg, GPU-t 60%-ot, CPU meg 50%. Ez mi ez itt? Jó napot kívánok! Igen? A fenti generátorhoz kellett csatlakoztatnunk az ajtót. Használjátok takarékosan, fogyóban az üzemanyag. Rendben. Köszönjük az infót. A vízben ugye úszkáló. No juice. Masikám, van még ilyen a zsebedbe? Van még ilyen lovas vicced? Aha, az mi a fasz? Az a nyámot lángszóró. Na végetek van. Sűrű csibepecsénye lesz, csak mondom. Egy pár még van talán? Úgy érzem, hogy te máma lovacskázni szeretné, ha masikám, mit szólsz hozzá? Szerintem te lovacskázni szeretné, és így szeretné nekem most utalgatni erre, hogy gyípaci. Gyípaci, és hol szeretnél lenni, felül vagy alul? Ki fogja a kantár, te vagy én? Úristen, mik ezek a magos labdák? Hú-hú! Masi szeretne lovacskázni. A mosogatásból fele-fele szméti Ironside. Úristen, lovacskázásról van szó, belekül nézem a streambe, mi történik, vagy mi az Isten? Jó napot kívánok, maguknak valami problémája van? Esetleg hasi görcsök? Vegyem be egy ibuprofent, jó napot! Elnézést kívánok! Égi bazd meg! Égi a zombi! Levele! Hú, baszki, kurva sokan vettek itt. Ezek mind albérlők. Takarodjá! Vártok, kifogytam. Ezt nem mondta senki, hogy ki fog fogyni. Figyeltem én szerintetek? Tűzvarázsló, kék szemeddel éges el. Éges el vagy, engedj el. Értettem, hogy benne volt a ló amúgy, csak mondom. Takarodjá! Eli, ez az, patta-patta. Tyuk! A gomba, értetek? Ezt csinálja veletek a gomba, úgyhogy ne gombázatok. Mit nyekerek szatfönt? Fárj, mindjárt meg. Jöttem beszedni a pénzt amúgy. Nem fizettetek a albért, csak mondom, ti disznók. Most ha vinítsátok a Dellát. Elköltöm kurvákra majd valahol. Ha majd egyszer lesz világ. Egy világ? Gyilkoló? Úristen! Úristen, Masi beírta a Google-ba, hogy ló. És jönnek ki a szavak. Lófasz. Mit vártatok volna tőlem más szavat? Értitek? Ezt én szerettem volna elmondani. Lóhere. Lótök. Lókötő. Parkaló. Lóhere. Lószar. Lócitrom. Trójái. Az. Lófütty. Hoho! Na nyugodjunk meg, Helosia! Pirított csibe, baszki, oda nézzé. Ezt már szeretem. Ezt már szeretem. Ülj hát közel. A szeretet éltet átölel. Lángoló, azaz, lángoló, geci, tényleg. Ez 200 IQ volt, ott a pont. Lángoló, így van. Lútoló, piruló. Hú, srácok, kurva jók vagytok, ez az, nyomjátok még. Már kezd felállni a pöcöröm. A lángoló, hú, ez mekkora volt. Erektáló, az mi a fasz? Mi ez az erektáló?
Inkább ejektáló, nem? Vasaló. Faszuló. És olyat tudtok mondani, ahol középet van a lószó? És van előszó, utószó, értitek? Már nem azt mondtam, hogy porszívó, de hát semmi baj. Ez egy gyors mondat szeretett volna. Itt vagyok. Hey, I was thinking, I would have wanted to be an astronaut. Szerettél volna űrhajós lenni, komolyan? Az anyámot neki-e. Hát amúgy az lenne a tökéletes munka, a stream elején beszéltünk ugye a emberekről, hogy mostan ilyen izé van. Húsvéti megzavarodás a üzletekbe. Hát inkább lennék űrhajós kint a gecibe, a semmibe, egyedül amúgy. A legjobb. Erektált, egyenlő, amikor megmerevedik a cucli, erektáló, megmerevedő. Igen. Hát ezt soha nem használtam arra, hogy ha áll a fasz. Én ilyen... Értitek, egyszerű ember vagyok. Nem használok ilyen idegen szavakat. Azt figyeljétek már, érted, amikor odamész egy csajhoz, figyelj ide, bébi bogyó. Most úgy beerektált, érted? Most úgy beléd rakom a erektáló cuccomat, ha véged van. Fütyölni fogsz. Fütyölni. Vasalódeszka? Az anyámot, Rani. A 200-ig befigyelt. Vasalódeszka. Nagyon szépen köszönjük. Please. Micsoda? Szerinted az gáz, hogyha valakinek áll a fasza? Vagy ez most hogy érted? Úristen, megint kezdünk átmenni nagyon szexuális témába. Jó napot kívánok, megjött Masi. Megjött Masi, ennyi van. Miért lenne az gáz szerinted? Szóval te akkor nem vagy olyan perverz, mint én. Az a gáz, ha belemondod a csaj arcába. Vagy belerakom a... Na, érted. Nem kell azt mondani, azt a csaj meg is érzi szerintem. A csajt nem indítsa be azt, hogyha megérzi? Hogy a csávót beindítottad? Szerinted? Jó, de most milyen ismerettségekről beszélünk, érted? Én most nem ilyen egynapos ismerettségekről beszélünk. Azt a kurva úristen! Rani! Mi Voldemort kedvenc gyerekkori játéka? Halálfaló! Wow! Na ez eddig a top. Ez eddig a top. Oda néz. Kis majmok. Ezekkel a majmokon kísérleteztek itt amúgy. Ez durva volt. Azért szerintem már egy pár hét hónap ismeresség után azért belemutatsz az asszonyod arcába ilyet, nem? Felhívás egy keringőre. Hey, look. Fireflies. See it. Tűzbogarak, oda néz. Ha úgy kezded az ismerkedés, hogy kikormolnám panikát ezzel a slaggal, akkor garantált a siker. Hát én nem így szoktam kezdeni ismerkedés, de hát hogyha már ott tartunk, akkor érted, akkor már beleadunk apait, anyait. Ha azt mondjanak, mondod, akkor oké, hát most nem is idegen nőknek szoktam ezt mondani, hallod, hogy izé, érted? Hogyan mondtad? Mi volt az a szó? Már elfelejtettem. Hogy erektálok, érted? De ez holnap kipróbálom melóba. Ezt holnap kipróbálom melóba, srácok. Nem tudom, kinek fogom mondani, valami öregasszonynak. Megmondom, hogy jó napot kívánok, tisztelettel. Erektálok, mit szól hozzá? Nem szoktam kosmába ismerkedni amúgy. Miközben simogatja a zöldséget. Így van. Hogy erre nagyon berektálódtam erre a simogatásra, hölgyem. Szeretném az anyámot elé ne hajulgassál, basz ki, mert öregtált, úristen! Te disznó! Hát megzavarodt. Hát itt nagy dumák vannak, te meg itt hajulgatsz elém. Meg nem vagyok pedofil, csak mondom.
Figures. Jellemző. Looks like they rigged this up as well. Így van, 15 év letöltendő volt az a jelenet sor. Én kérek elnézést, de hát ez most pont jól kijött, ezt nem hagyhattam ki. Ezek azok a magas labdák, amit még hogyha úgy befogsz égni a életedbe, mint a kurva élet, akkor is el kell lőnöd, érted? Miközben simogatja a zöldséget, miközben nekem ez zöldség név a vezetéknevem. Hát, ilyen ez brokkoli. Jaj, elnézést kívánok! Ismerkedéskor gyorsan lényeg, hogy törően jött baszti, vagy baszol jönni. David, itt nyugodtan írhatsz basztit is, meg baszolt is, itten ez egy pervers szexuális csatorna, úgyhogy itt nyugodtan lehet. Majd kiszippantom, masikám, ne aggódjál. Mi van most? Vártok, eltévedtem. Túl fűtött lett ez a stream, érted? Túl vagyok fűtve. Hány fok van? 25 fok van, úristen. Hát érzem, hogy a testi hőm kiárad a testemből. Ezt jól megmondtam. Na nem baj. A lényeg az, hogy túl fűtött vagyok. Hallod, Joel, még futunk még egy pár kört itt, vagy mi lesz? Elmegy pacival. Eli, maradj egy. Jaj, baszki, már látom, mi van. Semmi baj, már rájöttem. De fel kellett ülnöm a lóra, hogy ezt meglássam. Oké, okay. Azt mondja, hogy itt jó napot kívánok, mi van itt, oda néz, azt mondja, hogy itt nagy izék vannak, lutik. Lútoló vagyok most, lútoló, érted? Lútoló. 100 kiegészítőd van, nem szeretnéd elhasználni? Kedvenc ismerkedős megszólalásom, szia cica, patkoltál már disztót? Wow! Az anyámot. De miért dagadt volt a csávó, vagy miért mondta ezt, hogy miért disznózta le magát? Patkoltál már disznót? Az anyámot. De várj, neked kellett volna megpatkolni, én nekem ez sehogy se áll össze. Én nekem ez a megszólalás sehogy se áll össze, csak mondom. Aha, biztos. Nem tudom, én nem jártam egyetemre, úgyhogy én kimaradtam ebből a történetből. Jó napot kívánok, van itt valaki a szarkupaszba? Fölgyújtom. Hát, szevasz, Devil! Hello. Ott van, mi az anyám? Rennan from the SS videójáték, érted? Ezek tudták a jövőt. Aha, az anyámot. Az mi a fasz? Azt a kutyafáját, bazd meg, érted? Ez ilyen izé, ez ilyen hibrid. Hibrid VHS lejátszó, de már tudta a DVD-t is, és ott vannak a bemeneti jelek, érted, mi a fasz. A piros-fehér sárga. Ez aztán igen. VHS, DVD, minden egybe. Azt a kurvaik vannak itt. Itt tiszta relikviák vannak, csak mondom. Azt tuti. Azt tudja, hogy az volt ilyen, de ez nem hifi. Várjátok, most mire gondolsz hifiként, haverom? Azt a oda nézzetek, mi rejlik ott a nagy porokba. Jó napot kívánok! Egy PlayStation 3! Állítólag azok ilyen nagy pervers disztók voltak, ezek a mezőgazdasági, vagy milyen, vagy nem faszom tudja, milyen egyetemisták. Azt mondja Masi. Hogy meg akarták patkolni, mint a disznót. Vagy valami ilyesmi. De még mindig nem jutott el agyamig, hogy most itt hogy lehetne megpatkolni, érted? És a patkolás hiányának kuffantásnak? Hát a PS3-os verziót elindíthatnám rajta. Az nem így néz neki fixen. Az tuti fix, cici fix, hogy nem így néz neki. Ja, hogy nem értek én ehhez, semmi baj. Hát én nem patkolni szoktam, na. Elpatkolni, úristen, hogyha már itt a nagy izék vannak. Majd elpatkolunk. Na, mik vannak itt, figyelj ide. Igen, 9 rohadt hónap várakozás, és még mindig semmi hír senkiről. Találtunk még néhány doboz ételt az étkezőben, de nem sokáig fog kitartani. Volt egy incidens a keleti folyosó barikádjánál, de egyelőre minden biztonságos.
Láttam egy csapatnyit azokból a futkározó izékből, az egyik Hetherre hasonlított. Talán Hether is volt. Bassza meg. Mivel az akkumulátorok kezdenek lemerülni, már csak ilyenente egyszer használják a rádiót. Az utolsó adás után feladtam. 3 kibaszott hónap telt el, miért törődnének most már velünk? Cheryl tegnap kiment rágyújtani. Az anyámat volt cigia, érted Cherylnek? Azért baszógép lehetett ez a Cheryl, hogy még volt cigia valahonnan. Azt mondta, hogy szüksége van rá. Dühös volt, amikor kidobtam a készletét. Te hülye vagy? Kidobtad a utolsó cigarettát egy posztapokaliptikus világba, baszki. Egyszerűen nem érti. Most tiszta fejre van szükségünk. Valakinek be kell mennie a városba, tovább készletek, valószínűleg én leszek az. Ennyi. Eddig tartott. Utána már nem írtak. Wonder how long you held out. Oké, tovább. Picit beleítik magunkat. Jó, ezen gondolkodni kellett, hát én nem bók csaj, de ha egy szia cica kezdetű szöveget meghallok, kitör belőlem a röhögés. Szia cica van gazdát! Hát igen, azok, nem tudom. Aki így nőzik, amúgy... Én nem voltam soha az a diszkóba oda menni csajhoz és felszedni típus amúgy. Nem is nagyon jártam dekóba, de hogyha jártam, akkor nem tudom. Én soha nem voltam az, hogy oda mentem egy csajhoz, és most elkezdtem ott a teperni, meg faszom tudja, meg lehazudni a csillagot a jégből, hogy faszom tudja micsoda. Nem tudom, én ilyen ráérős típus vagyok. Hogy engem a nők keressenek meg, érted? Aztán majd lehet valami. Az nincs odaíró, hogy abban igazad van. De én arra asszociáltam azonnal. De aztán írták a levélbe, hogy tiszta legyen a feje, hogy azért dobta ki a készletét, úgyhogy lehet igazad van, igen. Igen. Ögön. Itt úgy érzem, hogy valaki szembe fog szexualizálni minket. Szembe fognak spriccelni valahonnan. Valamelyik sarokból. Hoppálé. Nagy lootoló vagyok. Lootol a Franco. Itt áll egy ringyó. La 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 la. Mi az a Magne B6 ott lent? Jó napot? Öcsém. Hát mekkora vészi van itt is, te. Baszki. Itt aztán adtak a tághelyekre. Értitek? Hogyha valaki patkolni ment volna be a vécébe, akkor legyen hova rakni a kezét, érted? És te még közben le is tudjon hajolni. Úgyhogy voltak itt helyek ilyen dolgokra. Na, a spórák. A spórák! Hűha, jó napot kívánok! Tisztelettel érkeztem, hűha! Na most bajok vannak, skacok. Picit komolyabbra kell fogni a vesszőt, vagy a lasszót, vagy a kantárt. Na, a kurva anyád! Nem? Forduljál meg! Azt a telibe baszott trágógum is. Nézzek, hogy néz ki az a lába, baszki. Azért vacsorára lecsipögettétek róla azokat a gombákat, nem? Egy kis jó rántottára. Hello. Ami a faszom? Jó, mennyien marok pengém van? Jó napot kívánok. 3. What the fuck? Ja, most már duplát tudok. Hogy most már duplát tudok vele izéni. Nagyon szexuális. Nagyon-nagyon szexuális. Duplát tudunk szúrni vele. Úristen, olyan spór... Az amúgy életbe lehet az a János? Aha, mozog. Mozog ez a disznó. Nem akarsz elindulni, fiam? Figyelj ide! Figyelj csak ide! Geci, ez nem ezt akartam. Nincsen téglám? Várj. Ne! Úristen, az ki a fasz? Az valami nagyon nagy. Szurkáló volt, azaz! Úristen, hát pattannak a 200-ikuk. Jó napot kívánok! Amúgy lehet, hogy Discordon, srácok, el fogok indítani egy ilyen mozgalmat. Mit szóltok? Hogy csinálunk egy ilyen szólánc játékot. Benne vagytok? Ti disznók.
Csinálunk Discordon ilyen szóláncot. Most már annyira itt lovazunk, meg minden ilyesmi. Én itt elkezdem, és akkor folytathassátok. Kiabáló az anyámot. 200. Jó napot! Elnézésedet kívánom, testvérszem. Figyelj ide! Valahogy át kéne oda mennem. Úgy, hogy... Bazd meg. Én értem, hogy pihenget el. Ennyi állás... Ó, ez kell nekem. Ez kell nekem. Figyelj ide! Sörös kupak. Ollózás az anyámot. Azt szeretem. Azt szeretem. A ollózást nézni. Az nagyon szexuális tevékenység. Bár nem tudom, hogy a jányok mit élveznek rajta, de biztos. Az anyámot, azt a picsát nézd meg. Hello! A kurva anyád. Takarodj a pic... Hello! Ez baj. Ez very... Jézus! Úristen! Very big problémába ütköztünk. 40 métert fékeztünk, amúgy. Na, ez baj. Ez baj. Halló! Úristen! Úristen! Takarodjál, geci! Égjé! Idomino Patris! Megégelusz! Spiritulusz! Kitakarodusz a testulubulusz! Homporno videusz! Amen, Dolores! Halljál már ki, bazd meg! Na, oké, meghalt. Meghalt elsőre, csak mondom. Kapta. Kiűztük belőle a démont. Igaz, hogy már többet nem fog főkelni. A testvérsz, de kiűztük belőle a démont. És úgy, hogy nem fájt neki. Nem kellett a végbél nyílásán feltömni semmit, hanem csak simán megégettük, úgyhogy ez még totálisan... nem drasztikus... tevékenységgel öltük meg. Azaz, a életet betöltsük. Az kell nekünk, így. Nagyon szexuálisan. Molotov koktélt kéne csinálni, oda nézzé. Az meg kell alkohol. Alkohol-e? Alkoholba folytom, bánatom. És ugye a soriba úgy volt amúgy, csak mondom, hogy ezt így csak kitalálták, érted? Hogy itt vannak ezek a gombák a földön. Értitek? Ezek a lófaszok. Ezek a lélegző izék. Szilikon... Mi az? Csöcsök. Hogyha ráléptél és kifakasztottad, akkor ez egy végigfutott, és 180 millió kilométerre így észbe kaptak a zombik, hogy itt valami történt, és ide futottak. Úgyhogy ez mind kitalálmány. És ezt utálom, amikor ezt csinálják egy sorozatban, vagy akár egy játékban. Akármilyen adaptációra is van szó. Ezt nagyon nem csípem. Bár elég fura mondani, hogy kitalálták, ugye egy fikcióról van szó, de egy jelenlévő dologról, és azt ott is átcsinálni, azért azt én már nagyon nem csipem. Hello, jó napot kívánok! Valaki itt tartózkodik ebben a szobában? Nincs senki? Oké. Okay. Oda itt is egy PS3. Itt is egy pöső 3. És az lenne a baszógép, hogyha az egy Last of Us lenne. Csóri elé meg már lehet, hogy itt izé... Haha! Úristen, hogy hívták ezeket a karakter... basz. Elnézést! Elnézést! Majd hívom a takarítónőt. Crash Bandicoot miért nincs itt? Ugye Uncharted-ban van benne az, hogy lehet Crash Bandicoot-tal játszani, srácok? Azt hiszem, Uncharted-ban van benne, nem? Nagyon óvatosan, Joel, mert ránk jön a hadsereg. Ránk jön a zombó hadsereg, mindjárt itt leszippantsa a védünket. Kelly, I live in the pine tree. Kelly, I keep getting more. Tetszett nektek ez a éneklés, jó napot? Ezt nektek énekeltem, amúgy csak mondom.
Ez exkluzív. Exkluzív énekelés volt nektek. Pedig ezt a X-faktorra tartogattam. De most ellőttem a patronokat. Köszönöm szépen a tapsot. Köszi. The best, úristen. Daloló! Daloló! Geci, amúgy az milyen jó! Milyen jó, hogy interakcióval kiváltom. Ugye a 200-ik út. Kurva jó, imádom. A daloló! A lololó! Na figyelj ide! Az Egyesült Államok hadserege felhagy a kutatással. Lev Benioff, helyszíni tudósító. Miután a WHO legutolsó becslése szerint a világ lakosságának 60%-a meghalt vagy fertőzötté vált a CBI járvány következtében, az Egyesült Államok hadserege közleményt adott ki, mely szerint felfüggesztik az összes kutatóakciót. Az egyes karanténzónák peremvonalától 15 kilométeren belül folytatják a járőrözést a bejutni kívánó polgárok miatt, de rendeznek további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy kimenekítsék a nehezen elérhető helyeken csapdába esetteket. Arthur Moore Monroe államügyész ezt teljesen egyértelművé tette levelében. Ezt a városban találtam. Mi a fasz? Senki nem jön értünk. Hát baszhassátok, ez van. Ilyen ez az élet. Hangoló. Wow. Hú, ezt már össze kellett volna írni, hogy mennyi lót találtunk, lovat. Ott a szintetizátor. Mindjárt pattani fognak itt a titanikok. Na na na. Mi ez a sötét? Hello! Van ám flashlightom, hello, szia, jó napot! És én elszállt itt a spóra. Beszarsz. Aha! A Danika! A Danika, baszki! Hát, így én is szívesen felébredtem volna, csak mondom. Amúgy ez egy jó ötlet. És főleg veszek a plafonra egy ilyen képet. Masik, küldjél már nekem magadról ilyen szexuális fotót. Rád fogok kelni. Azaz. Ragasztó szalagok a zsebbe. Te meg a földön látemetve. És majd rólad szólnak a hírek. Veled van tele a sajtó, aki a pokorra kíván jutni. Annak balra a második ajtó. Szia, Eli! Itt vagyok, jöttem. Megkerültük a fő... Á, dehogy! Semmi sem volt bent. Mindjárt pattantam a generátort. Eső lesz, Eli. Eső. Ugye eső közeleg. Figyelj ide. Ez ilyen tolókocsis. Ide eltúljuk, így. Sípoló. Most a kazuzásból jutott ez eszedbe? Toló! Az anyámot! Hát mind... Most kiderült, srácok, hogy minden lóval végződik. Faszoló. Vasaló. Ter... Az nem. Takaró. Az se. Bazd meg. Hasaló. Mit kell vele a kábellel csinálni? Jó napot! Ez magától így becifan? Becuffan? Vagy mi a fasz? Eli, ez nem akar működni, elnézést kívánok, te kint maradt. Beszámoló, azaz. Amúgy lehet, hogy Discordon nem is szóláncot kell indítani, ilyen végződéseket. De most mi a fasz? Meg kéne fordítani? Jó napot kívánok, rossz felére rakom, vagy mi? Be kell tolatni? Ez hülyeség lenne, nem? Na, ez hülyeség, hogy be kell tolatni. Aha, várjál! Már valamit jelzett! Nem akarja kijelezni ez a köcsög. De, na, csiripipó! Odaford, Joel! De ez mekkora buzi? Hát kinyíló lesz majd, ha kinyílik, igen. De most ilyenkor mi a perét csináljuk amúgy? Hát nem jelzi ki. Bebagusodott.
Bebagolt a játék, bebagolt a játék, la 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 la. Nem tudom levenni ezt a szart. Nem tudok élni nélküled. Szerintem fel kell menni a járdát? Már esküszöm, nem tudom mi van. Szerintem ez csak én nekem bagolt be amúgy, simán ide lehetne jönni és levenni ezt a szart. Na várj, kipróbálunk fölmenni itt a járdát. 200-ikuba. Kell, hogy várj, várj is meg, de biztos nem így kell. Ne félj újra, visszajövök. Beparkolunk a biciklis öregasszony izébe. Azaz, figyelj ide. Na, na, na! Nézd meg, és most már leveszi. Bugoló, hát igen. Mit keresel? Mit keresel? Mert ide kell állni avval szarra. Hát nézd meg, hát... Áááá! Semmi baj. Fogd már meg azt a csöves izélyt, kukoricát, bassz meg, hát gyere már. Húzzuk a időt ilyen hülyeségekkel. Spekuláló? Wow. Wow, wow. Very sexuality. Most fogom belebaszni a kontrollelemet a monitoromba, csak mondom. Már kezdek azon a szinten lenni, hogy mindjárt a monitoromba baszom a kontrollerem. És az elég drága mulatság lesz. Srácok, mi a fasz? Mi a faszért bonyolítom túl a dolgokat, baszki? Ide kellett tolni a falhoz, érted? Na durrancs be, Joel! Gyerünk! Az nem jó. Azaz, nagyon király vagy. Let's try the gate. You did it! Yeah, come on through. Kemények vagytok, srácok, kemények, kemények, nyomjátok csak. Csúsz hátrébb! I think they were fireflies? No. No, I don't think so. Why would they have an infected so close to the hát nekem egy generátor elhelyezés is néha 10 percig tart, így van, ennyi. Mert én azt hittem, hogy meg kell fogni a kábelt és be kell dugni. Mert azt hiszem a Last of Us 2-esben így van, srácok, hogy meg kell fogni a kábelt és be kell dugni a generátorba. Értitek? És az volt a fejembe. De most már nem az kell, hanem csak automatikusan beledugja. Várjatok, itt nagy főszerelések vannak, Eli. Meg kellene leszállni. Mostantól te vezetsz. Te vezetel. Azaz. Így adtunk plusz 2-t a fejszére. Nagyon sexuality. Very sexuality. Eli, tudsz jönni? Gyere velem. Gyere velem. Fogd a kezem. Szoríts meg bátran. Érzékenyen. Kraftoló. Úristen, srácok. Állatok vagytok. Állatok. De most kiderült számomra, hogy minden egyes szó... Óra végződik. Lóra végződik. Jó, lehet mondani azt úgyis, hogy kraftol. Azaz. Házaló. Mindenben ló van. Egyedül álló. Na az. Az vagyok már 100 millió éve. Így van. Pontosan, ahogy írod. Na ez egy nagyon szép szó volt. Hajnali kettő. Ez tetszett. Ez nagyon szexuális volt. Szép,
Egy szép, tényleg egy, ez egy igazi ilyen mondat, nincsen ragozva, ez egy ilyen szó, hogy egyedülálló, ennyi. Ennyi, nagyon szép, nagyon szép. Tererere. Tűrűrűrű, tűrűrűrűrű. Hova megyek? Fogd a kezem. Belé teszem. Hogy mi? Mi van? Miről van szó? Hova kell menni, Eli? Itt kell, át kell ugrani. Jövök már. Let's go back. Pick up. Erre... most soha videó jutott eszembe. Erre... Most... Úgy lehetne olyan videót csinálni, hogy Joel felül a lóra és elindul, és akkor lehetne csinálni egy fasza videót erre. És láttam egyszer egy olyan videót, hogy... hogyan volt? Ja igen, hogy a csávó úgy fogta a szamurájkardot, és így csak ennyit csinált a szamurájkardot, hogy kihúzta, visszahúzta, és így a dínje így ketté esett, de csak ennyit, hogy és aztán rögtön egy reflektáló videó rá, hogy a csávó így lehúzta a slicét, ilyen és aztán jött a nő, hogy kiköpte a cuccot. Én ezen annyit röhögtem! Én azon annyit röhögtem, baszki! Mondom, ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy ilyen valakinek eszébe jut. Az kurva jó volt. Valahol el van mentve az a videó, majd Discordon megontom. Megontom azt. Megontom a Discordon. Már nem tudok beszélni, se ez volt. Nem bírok a véremmel. Nem bírok a véremmel. Amióta elkezdődött ez a szexualizálás a streamen, azóta nem tudok izéni, játszani amúgy. Nem mint, hogy eddig tudtam volna, de most már megint nem tudom, hogy merre járok. Erről jöttem. Hova megyek? Aha. Az bejáratnak tűnik, és akkor hogy megyünk át itt? Jó napot. Ide kéne valami kukát hozni, mit szólsz hozzá? 200 kuba. Fogd meg, Joel. Azaz, nagyon jó vagy. Hogy tükröződik a tócsa? És pedig még a rejét részünkben sincs kapcsolva. Lá-lá-lé. La-la-la-la-li. Veszélyes az út. Hazafelé. Behatoló. Úristen, te még mindig ezeket a szavakat keresed, David? Úristen! David! Hasselhoff. Na vártok, kell nekünk még ez a szar. Még tudunk mászni egyet. Következő szintecske. Pa-ra-pa-pa-pa, I'm loving it. Ugorj fel. Úgy. Gyere, Eli, te is, gyere, drágám, bugorom. Erik, szevasz, szia, hello, jó estét. Köszönöm szépen a sok siker kívánást. Köszi. Inkább azt kíván testrészem, hogy rengeteg millió pénzem legyen. A játékot megoldom, a pénzt nem tudom. Úgyhogy ilyen jó kívánságokat mindig fogadok. A pénzenergiák jöhetnek. Itt lenne Enci, már lopná a laptopot. Hello? Mindjárt megyek, Eli, várjál, körülnézek. Körülnézünk, hogy nincs itt valami nagyon szexuális pisztoletta. Van vagy, Muti? Aha. Hát ez nem az, amire én gondoltam. De amúgy már jól... pont ezt akartam mondani, hogy jól jönne már egy asztal nekünk. Itt a nagy szerelésekre, nem tudom, mennyi cucc van nálam, de biztos sok. Na, fejlesztjük fel a fegyót. Na, kérek szépen, odanéz. 207 ilyen lófaszeski fény van nekem.
Tudjátok, mit fogunk befejleszteni? Nem tudom én se. Hmm.